50. születésnapját ünnepli az idén megyénk második legnagyobb városa, Dunaújváros. A város létrejöttével, művészeti értékeivel ismerkedhetnek meg a következő összeállításban. A Magyarországon célként kitűzött gyorsütemű iparosítás érdekében a Magyar Dolgozók Pártja 1949. januárjában határozatot hozott egy új vaskohászati kombinát és hozzá kapcsolódó lakótelep felépítéséről. 1949. december 28-án Dunapenterét jelölték ki a Dunamenti Kohászati Kombinát telepítési helyéül. A dunapentelei löszhátat a déli országhatártól szükségesnek vélt távolsága miatt geopolitikai döntéssel választották ki. 1950 tavasztán kezdődtek meg az előkészítő munkák, s május 2-án a város, majd október 10-én a gyár építése. Átalakult a természeti környezet. Ott, ahol évszázadokon át mezőgazdasági művelés folyt, üzemek, lakóépületek alapozásai kezdődtek meg. Négyszögölenként 45 filléres megváltási összegért megszabadították a penteleieket évezredes földjüktől. Döntően megváltoztak Dunapentele lakosságának élet és munkakörülményei. A művészet felől közelítve a kérdést és egy városnak a létrejöttét, az 50-es évek szocialista realizmusáról szeretném faggatni Kovács Péter művészettörténészt. A szociál és mindaz, amit ez a fogalom takar a magyar művészet egészében, azt kell mondani, hogy egy tragikus korszak volt, mert akkor, amikor ezt annak idején, mint programot meghirdette a Révai József, akkor tulajdonképpen az történt, hogy a művészetet, mint olyat, azt betiltották. Betiltották tartalmilag, mert meghatározták, hogy mit, és betiltották formailag, mert meghatározták azt is, hogy hogyan csinálja a művész, és aki egyiknek vagy másiknak nem felelt meg, azt a művészet terénumáról egyszerűen kitiltották. És hát ez azt kell mondani, hogy szinte máig tartó súlyos bajokat okozott a magyar művészet történetében. Ez a bizonyos deklarálása ennek a szociálnak mikor történt? Ez egész pontosan meghatározható. 1949. novemberében, most hirtelen nem tudom a napot, Révai József nyitotta meg Budapesten a Nemzeti Szalonban a szovjet képzőművészeti kiállítást, és akkor tárta követendő példaként az ott bemutatott dolgokat a magyar művészek elé, és ettől ezt hosszú évekre kánonná vált ennek a követése. Tehát Dunaújváros, illetőleg hát Sztálinváros, ahogy nevezték, alapítása már két évvel ezután történik. Ma már nem látszik olyan tragikusnak a dolog, ami ott történt. Annak idején magának a városnak a létrehozása is egyfajta képtelenségként hatott, és igazából azt hiszem, hogy Magyarország és a magyar társadalom számára is tulajdonképpen egyfajta meglepetés, hogy ez a város mennyire életképesnek bizonyult azóta, és mennyire igazi és eleven várossá vált. Együtt nőttek, fejlődtek a falak és az emberek. Az építkezés története mind meg annyi hősített, érdekes mozzanat. Minden városlakó elmehetne idegenvezetőnek a saját városába, mert ami vele és társaival történt az építkezések idején, egyúttal a város története is, írta Boldizsár Iván 1955-ben. Nagyon szerencsés volt az, hogy a városnak a főépítésze annak idején
Weiner Tibor lett, az az építész, aki a 30-as évek Bauhausából nőtt ki, és azt a fajta racionalitást és urbanisztikai elképzelést vitte be a várostervezésbe, amit ott tanult annak idején a Bauhausban, ami ugye a két háború közti városépítészetnek a legmodernebb törekvéseit képviselte világszerte. A város felépítésében tudta következetesen Weiner Tibor érvényesíteni a maga elképzeléseit, és a belső tereknek a megvalósításában. A homlokzatokra pedig ráakasztotta azokat a többnyire klasszicista jegyeket, amelyek általában a 20. században a totalitárius államoknak a nem csak építészeti elképzeléseire és a pompa kedvelésére voltak jellemzőek, amit helyenként kiegészítettek a kicsit népművészeti elemekkel is, főleg a díszítő művészetben. Én ezelőtt 40 évvel ismertem meg a várost, és akkor bizony még egy nagyon kopár valami volt. Mára azonban kizöldült. A 50-es években megtervezett parkok azok fölnőttek, és egyike lett az ország legzöldebbeinek, és ez a sok zöld, ez az egész környezetre nagyon kedvezően hat. Azt kell mondani, hogy ez megint csak Weiner Tibornak az eredeti elképzeléseit dicséri. Az 1953-ban meghirdetett kormányprogram az akkori Sztálinvárosban a beruházások csökkenését, visszafogását eredményezte. A beruházások ideiglenes, ám erőteljes csökkenése a város és a lakók gondjai felé irányította a figyelmet. Megkezdődött a belterületek rendezése, zöld területeket alakítottak ki, parkosítottak. Virágokat és több esetben nem a tájhoz, hanem a kontinentális éghalatti viszonyokhoz illő évelőket, örökzöldeket telepítettek. Hiányoztak a városból olyan elemek, amelyek nélkül Európában egy város nem város. Elsősorban a templomokra gondolok, amit nem csak azért hiányoztak, mert nyilván az ott lakó embereknek hiányoztak, hanem mert nincs Európában olyan város, amelyből ez az épülettípus, mint olyan hiányozhatna. Na hát az eltelt időben tulajdonképpen ez a dolog is pótlódott. Művészet, illetve művészek voltak-e akkoriban Dunaujvárosban, és ha igen, ma hogyan értékeli őket a művészet történet? Elég sok művész fordult meg Dunaujvárosba az 50-es évek elején, közepén, és érdekes módon ezek jó része olyanok közül került ki, akik hát egyébként éppen mondjuk a két háború közti szerepük és múltjuk miatt talán nem tartozott a leginkább a hatalom által kedvelt művészek közé. Két nevet kell kiemelnünk, az egyik Domanovszky Endrée, aki a vasmű bejárat, tehát díszítette freskókkal 50-es évek közepén, és a
Másik pedig Somogyi József szobrászművész, aki azt a egyébként nem túl nagyméretű kohász figurát készítette, amely aztán később a Dunai városnak a korábbi címerképévé, egyik jelképévé tudott válni. Domanovszkinak ezek a nagyon jellegzetesen monumentális hatású vaskos figurákat mozgató freskói, bár igazán nem tartoznak mondjuk a magyar művészet kiemelkedő alkotásai közé, valahol mégis annyira összenőttek azzal a környezettel és világgal, ami ott van, hogy tényleg jellegzetes lenyomatai és emlékei maradtak egy kornak. Van Dunaújvárosnak ez a múltja, egy meglehetősen konzervatív összképe, és valahol a közgondolkodásban is bizony egy visszatérő dolog, hogy a szocialista város, és valahol az, hogy ez az a város, ahol az utóbbi néhány évben megszületett Magyarországnak az egyik legmodernebb művészeti intézménye, a Kortárs Művészeti Intézet, amely hát tényleg ma már Európa szerte ismert, és egyike a legmodernebb művészeti törekvések központjának az országban, ezt én valahol jelképi értékűnek is értem, hogy így tud egy város és egy közösség megújulni és eleven életet folytatni.